estét kívánok mindenkinek. Nemrég voltunk itt együtt, ugyanígy, hát nagyon hamar eltelt ez az egy esztendő, és már megint advent van, és már megint várjuk a karácsonyt, hála Istennek már megint virágkiállítás van, úgyhogy örülünk és örvendezünk, annál is inkább, mert településünk több vállalkozó felajánlásának köszönhetően, meg lelkes lokálpatriótáknak köszönhetően egy gyönyörű új betlehemünk van, gyönyörű művészi figurákkal. Remélhetőleg ez is hozzásegíti a város lakóit a jó felkészüléshez, a karácsonyra, az ünneplésre. Hozzásegíti a nyitott lelkű embereket ahhoz, hogy elmerüljenek a várakozás izgalmába, illetőleg a megtestesülés titkába. És jó látni azt is, hogy még mindig vannak, ismét vannak olyanok, akik tenni akarnak e településért, annak lakóiért, adnak, nem csak anyagiakat, magukból is adnak. És talán ez is egy szép ajándék ezen karácsony előtt. Talán a legszebb ajándék, hiszen ami anyagiakban mérhető, az is fontos, de nem lényeges, hanem ami a szívekből jön, a lelkekből származik, az az, ami igazán előre mozdít minket. Úgyhogy hálát adunk mindenért a mai napon, és elkezdjük az imádságot. A kántort elfelejtettem elhozni, tehát ez mutatja, hogy azért nem minden ugyanaz, én már, hogy épülök lefele. De az a lényeg, imádkozni attól még tudunk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Meg már nem látok úgy. Hozzád emelem én, Uram, a lelkemet. E szavakkal, szeretett testvéreim, emeljük fel szívünket és szemünket ahhoz, aki volt, aki van, aki eljön. Megkezdjük az adventi vándorutat, az éjszaka múlik, közel már a hajnal. Eljön az Úr Krisztus, hogy meglátogasson minket a magasságból, az igaz világosság, aki megvilágosít minden embert, a nap, aki megtöri a sötétséget. Az ő eljöttének hála mi is, akik egykor sötétben éltünk, az Úr fényében vagyunk már, és égő lámpásokkal zarándokolhatunk, hogy vele találkozzunk. Ebben a szent időben az Atyát ünnepeljük a Fiúval, a Szentlélekben, egységben az egész világ egyházzal, a Föld minden keresztényével. Ó Atyánk, Istenünk, Te teremtettél mindent, mert Te vagy a szeretet és az élet forrása. Te fiadban világosságot és életet adsz nekünk, és szent lelkeddel megvilágosított szívünket, hogy megértsük, milyen reményre hívtál meg minket. Köszönjük neked, hogy ebben az évben is megadod nekünk az adventi örömöt, és reményben, bizalommal várhatjuk fiadat, a mi üdvözítőnket. Íme, most itt együtt örömmel várakozunk, hogy fiad megérkezzen közénk. Az ő fénye már az egész régi antik korban is szétsugárzott. Most lásd, Atyánk, a te egyházadat, a te híveidet, amely összegyűlt, hogy elkezdje az adventi szent időt. Küldd el a te lelkedet, és áldó, és áld meg ezeket a gyertyákat, hogy figyelmeztessenek minket várakozásunk közben, amíg fiad eljön hozzánk karácsony csendes éjszakáján, és utána az év minden vasárnapján az oltár terített asztalához. Add, hogy ezeket a lángokat meggyújtva a hit fénye, a kegyelmi élet és az önfeláldozó szeretet tüze is növekedjék egyre jobban minden keceri családban és a mi szívünkben, hogy készen lehessünk belépni az ő fényének hazájába,
amikor Krisztus Urunk eljön dicsőségében, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Aztán részesei lehetünk az idő relativitásának is, hiszen így ezen a hétvégén két gyertya gyullad meg, mi visszaugrunk az első vasárnaphoz, így hát az az imádság hangzik el, és holnap lesz meggyújtva, illetőleg vasárnap a második gyertya a rendes időben. Mai gyertyánkat a próféták tiszteletére gyújtjuk meg. Ez a láng a reményt hirdeti nekünk. Gyújtsuk meg az első adventi fényt és imádkozzunk, a könyörgésekre pedig válaszoljuk közösen. Jöjj el, Úr Jézus, erősíts reményünket! A mi reményünk az Úrban van, aki fiában, Jézusban közénk jön, hogy fölemeljen és megmentsen, kérjük őt. Jöjj el, Úr Jézus, erősíts reményünket! Ó, remény Istene, szívünk mélyén is gyújtsd meg ezt a lángot. Segíts felébrednünk kábult világunkból, hogy őszinte örömmel várjunk téged. Jöjj el, Úr Jézus, erősítsd reményünket. Meggyújtjuk, Urunk, ezt a fényt, mint aki lámpás gyújt, ha kilép az éjszakába, hogy találkozzon érkező barátjával. Ebben az első adventi hétben szeretnénk felébredni, hogy felkészülten várhassunk, hogy örömben fogadhassunk. Sok árnyék vesz körül, jelszavak kábítanak el, de mi éberek akarunk maradni. Virrasztani szeretnénk, hogy te elvezess a legtisztább világosságra, a legmélyebb békére, a legigazabb örömre, jöjj el Krisztus Urunk! Jöjj el Úr Jézus! Erősítsd reményünket. És még mielőtt meggyújtjuk az adventi koszorút, ezt az új Betlehemet is megáldom. A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek áldása szálljon erre a Betlehemre, irányítsa a mi figyelmünket a lényegre, ami igazán fontos, mennyei családunkra, a Szent Háromság közösségére, földi családjainkra, földi közösségeinkre. Tegyünk meg mindent értük, hogy az öröm és a béke szigeteivé váljanak. És áld meg mindazokat, akik bármilyen módon is hozzájárultak, hogy ez a szép új Betlehem itt lehessen, és örülhessünk neki. Amen. It's Christmas!